Tradicionális és szórakoztató elemeket is tartalmazott a hagyományos nyitótánc. A hallgatók és az oktatók közös produkciója a humort sem nélkülözte. A duális képzés elindításával sokszínűvé vált az intézmény. Olyan hallgatókkal is bővült, akik képesnek érzik magukat megfelelni az ezzel járó kihívásoknak. Egyszerre képesek jó minőségben tanulni és munkát vállalni, egyébben 5,5 hónapot dolgozni, ezáltal tulajdonképpen eltartani önmagukat és felnőtté válni. A partnercégekkel kiépített együttműködésnek köszönhetően a hallgatók biztosítva látják a jövőjüket a térségben. Ha egy sikerült diplomát szereznem, akkor sikerül egy biztos állást Zalakoros valamelyik szállodájában egy biztos állást találnom, és ott egy jó megélhetést biztosítanom magamnak. A társaság jó, nézzük, szavazatszerző válasz. Jogászhallgató Budapesten és pénzügy számvitel szakos a Penen, Süle Laura. Többekhez hasonlóan neki is nagyon tetszik a kampusz családias légköre. Nagyon jó a közösség, szinte egy kis család, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy idejöttem. Az első évesek életében a legünnepélyesebb esemény a gólyabál. Minden hallgató életre szóló élménnyel gazdagodik. A gólyabál abban segíti az elsős hallgatókat, hogy a próbák során, a készülődés során jobban megismerik egymást, olyan kapcsolatokat építhetnek, amik a későbbiekben számukra nagyon hasznosak lehetnek. Természetesen a felhőtlen szórakozásról is szólt a rendezvény, amelyen megválasztották a bál királyát és királynőjét is.